Új pályával bővült a Táncsics Mihály úti sportcentrum. Szeptember 22-én avatták fel az új műfüves pályát, amely a sportcentrum fejlesztés második ütemeként már NB1-es mérkőzések lebonyolítására is alkalmas. Az önkormányzat sokat tesz azért, hogy Gödöllőn mindenki sportolhasson, mondta el avatóbeszédében Gémesi György polgármester. Gödöllő annél amellett, hogy sportbarát, sportoló város is legyen, és ennek következtében bővültek a létesítmények, ha csak az elmúlt éveket nézzük, a Danyonics iskola tornacsarnoka, néhány héttel ezelőtt adtuk át a Petőfi iskola új tornacsarnokát. Tegnap a Török Ignác gimnáziumban voltunk, ahol egy új kültéri pálya, minőségi kültéri pálya került átadásra, és a benti teremnek a felújítása egy vadonatúj padlóval, ami kényelmessé, biztonságossá és egészségessé teszi az ott sportolóknak a sportolást, és most kiegészül ez a folyamat ennek a pályának az átadásával. Rózsavölgyi Sándor, a Gödöllői Sportklub alelnöke, megköszönte a 132 millió forintos beruházáshoz nyújtott támogatást a Tevának és a Glaxónak is. Ez a beruházás a Gödöllői Sportklub kapta az MLS-től, tehát mindenképpen az MLS-nek tartozunk egy olyan köszönettel, hogy megadták annak a lehetőségét, hogy mi társasági adót gyűjtsünk be ilyen célra. A másik pedig, akikkel nagyon nagy köszönettel tartozunk, az, hogy az önkormányzat hozzájárult a területtel és a önrésszel. Tehát az azt jelenti, hogy 70%-ot tudtunk begyűjteni. A 70% lehetőségünk volt arra, hogy begyűjtsünk a tavóból, 30% önrésszel kellett hozzájárulni, amit az önkormányzat teljesített. Benkő Tamás, az MLS Pest megyei igazgatója, fontosnak nevezte, hogy városunk a Bozsik programban kiemelt szerepet tölt be. Nagyon lélekevelő és nagyon pozitív, amit itt Gödöllőn tapasztalok. Mindig nagyon szívesen járok ide, nem csak akkor, amikor éppen átadunk egy-egy pályát, vagy protokoll rendezvények vannak, hanem a Gödöllői SK a Bozsik programban, amely az MLS-nek az utánpótlás fejlesztési programja kiemelt szerepet tölt be, és a labdarúgók számára aktivitást tekintve nem csak megyei, hanem országos szinten is kiemelkedő. És jól látszik a felnőtt csapatban is az, hogy nem a korábbi fizetett idegen játékosokra épít, hanem a helyi saját nevelési gyerekekre. Ez azt gondolom nagyon fontos egy település közösségi kohéziójának megteremtésében. Az új, korszerű világítással felszerelt pálya, csak úgy, mint a már meglévők, az iskolai testnevelésben és diáksportban is fontos szerepet tölt be, mozgási lehetőséghez juttatva a város minden gyermekét. Az eseményt gyermek és felnőtt kispályás villámtornával, valamint foci ügyességi versennyel ünnepelték.